Három évvel ezelőtt rejtélyes körülmények között halt meg egy 23 éves Földfi Tamásiban. A halálát kéztudás okozta, ez az, ami biztos. A rendőrség emberölés miatt indított nyomozást, és a férfi 23 éves élettársát gyanúsították. Ám végül előbb az ügyészség, majd a Tolna megyei főügyészség is megszüntette a nyomozást, mivel nem éltek egyértelműen bizonyíthatónak, hogy a nő szándékosan szúrta le a párját, ahogy az eset körülményei sem voltak tiszták. Ami biztos, az az, hogy egy szívtájéki mellkasi szúrást adott le, egy kb. 7,5 cm pengehosszúságú késsel a gyanúsított. Azonban azt, hogy ezt közvetlenül milyen esemény sor előzte meg, ezt nem lehetett rekonstruálni az egymásnak ellentmondó bizonyítékok alapján. Tovább nehezítette a nyomozást, hogy a nő látleletekkel bizonyította, hogy a megölt férfi korábban többször is megverte őt. Ám az, hogy a nőt a kéztudás előtt bántotta volna a férfi, aki ezzel próbálta meg elhárítani önvédelemből, szúrta bele a kést, vagy másként történt a halált okozó támadás, nem lehetett kideríteni, mondta Kis Ivett. Csak azt sikerült megállapítaniuk a nyomozóknak és az ügyészségnek, hogy előtte dulakodtak. Azt, hogy közvetlenül milyen esemény sor előzte meg magát ezt a szúrást, esetleg akár a gyanúsított, akár a sértett lehetett-e és volt-e jogos védelmi helyzetben, ezt nem lehetett kétséget kizáróan megállapítani. A leszúrt férfi családja a Reménytelen Ügyek Harca Jogvédő Egyesülethez fordult, hogy kiderítse az igazságot. A bíróság dönt majd arról, hogy újabb nyomozás indul-e az ügyben.